Gyöléről pedig ismét vissza ide a stúdióba. Köszöntöm kedves nézőinket, és ismét egy érdekes témánk van. Zene és képzőművészet, jazz és festészet. Az egész pedig a Vörösrák étterembe zajlik. A témában pedig vendégeim Molnár László, aki az étterem vezetője, Varga Virág, aki rajzvizuális kommunikáció szakos végzős hallgatónk, és Dömötör Endre, aki az elmúlt évben végzett nálunk, és a közművelődési tanszéken van jelenleg. Honnan egyáltalán az ötlet? Hogyan indult ez el, hogy jazz és képzőművészet? Hát maga az ötlet nem eredeti. Én 90 óta csinálok kulturális rendezvényeket, csak utalni akarok a Muzsikáló Augusztusra, különböző népzenei fesztiválokra, amiket én tettem. Én két éve vásároltam meg a bérleti jogát a Vörösrák étteremnek, és azt követően nyilvánvalóan ezt a fajta érdeklődésemet, ezt a fajta vágyamat itt élem ki, és segít ebben az, hogy is a szervezésében az, hogy tanítványaim vannak, én tanítok a közművelési tanszéken, és vannak ambiciózus tanítványaim, mint mellettem is vannak, akik ebben segítenek. Tehát maga az ötlet nem eredeti, de a helyszín az. Eredeti mindenképpen az ötlet, mert ez egy jó együttes így, hogy jazz és képzőművészet. Hogyan zajlik egy ilyen esemény? Hogy történik ott? Hát az egész tulajdonképpen a tavalyi tanév őszi szemeszterében kezdődött. Akkor keresett meg tanár úr minket, Albert Tamás csoportársammal kezdtük el a szervezést tanár úr felkérésére és támogatásával. És hát tulajdonképpen úgy zajlik, hogy fél évente van egy sorozat. Az első két sorozat, ami a tavalyi tanévben volt, az heti rendszerességgel működött. A most megkezdődött sorozat pedig két hetente zajlik. Mindig az első jazzesten van egy kiállítás megnyitó is, ahol szintén a főiskola hallgatóinak van lehetősége bemutatkozni. Harmad-negyedéves rajzszakosok állítanak ki. Tehát a kiállításból is értelemszerűen ez már a harmadik sorozat. 10 hallgatónak, rajzszakos tanulónak volt lehetősége kiállítani, és hát a kiállításban pedig segítségünk van egy rajzszakos személyében is. Igen, és itt Virágra céloznak, aki még nem szólalt meg. Milyen alapon válogat Virág? Hogyan dönti el, hogy mi legyen a következő téma, vagy a sorozatnak mondjuk vezető témája? Jól közelítek? Vezető téma, és ezt végül is baráti alapon történik ez a válogatás, tehát személyesen keresem meg, akit kedvelek, ismerem a képeit, és tudom, hogy együtt a kiállítás valamilyen fajta összképet is mutat. Végig a főiskolai hallgatók adják a kiállítás anyagot? Igen, végig. Milyen mélységébe tud lemenni? Tehát itt ahhoz érett negyedéveseknek kell lenni, hogy megjelenhessen, vagy van, amikor föl tud fedezni az első évesek közt is olyat, akit azt mondja, hogy hát megéri. Vagy lehet-e ezt válogatni, hogy ebben a hangulatban ez a 3-4-5 ember az, aki jó? Nem feltétlenül kell kiforrott képekkel rendelkezni, de tehát valamiféle utalás kell, hogy jazz, rajz, ilyesmi. Tehát legyen köze a zenéhez is az alkotásnak? Kedvelje. Igen. Mennyire veszik szívesen ezt a hallgatók? Mennyire kell őket győzködni, hogy jöjjenek egy ilyen anyagra? Vagy ők jelentkeznek maguk esetleg? A kiállítók esetleg? Vagy? Igen. Hát szerintem nagyon szívesen állít ki mindenki, és örül, hogy van lehetősége. Noha szokatlan a helyszín, nem egy hagyományos kiállítóterem, de mégis az a tapasztalat, hogy szerintem szívesen állítanak ki, és hát egy olyan lehetőség ez, ami tulajdonképpen talán több is, mint egy hagyományos kiállítóterem, hiszen egy étteremben jóval nagyobb számban fordulnak meg emberek, sajnos, illetve szerencsére, mint kiállítóteremben. Így, mert az a sajnos, hogy a kiállítóteremben nem szerepelnek annyian. Igen. Így viszont lehetőségük van az alkotóknak, a rajzszakosoknak megmutatni magukat egy nagyobb közönség felé is. Igen, Endre meg is fogalmazta a soron következő kérdést, hogy tulajdonképpen kiket céloznak meg, kiknek szánják ezt a fajta
kínálatot, kulturális kínálatot, a jazzt és a festményeket, képeket? Aki szereti természetesen. A képeknek önálló élete van, és nagyon furcsa élete van. Én látom, szerencsém van végigkísérni a képek egy-másfél hónapos életét, amit ott töltenek abban az étteremben. Hozzánől az emberekhez. 200-250 törzsvendég van, aki minden nap ott ebédel, és ezen kívül még elég sokan. És elsősorban törzsvendégeken lehet észrevenni azt, hogy hogyan szeretik meg, hogyan azonosulnak a képekkel. Vannak emberek, tehát ami természetes dolog, hogy, mert ezek általában non-figuratív képek, nem fogadják szeretettel az elején, és amikor a kiállítás bontás van, hiányolják. Tehát megszeretik a képeket, a hangulatát, egyfajta értelmet találnak benne, és ami lényeges, nincs más választása, meg kell nézni a képet abban a fél órában, háromnegyed órában, amíg ő ott tartózkodik, és ezt megnézi minden nap, és gyakorlatilag közvetett módon egyfajta művészeti nevelést is szolgál ez a dolog. Ez mindig egy örömteli dolog, hogyha a körülvevő várossal egyfajta kapcsolatot keresünk, megmutatjuk magunkat, várjuk őket. De azért alapvetően én úgy gondolom, hogy azért ez mégiscsak a hallgatóknak a kiállítása, a hallgatók készítik, és gondolom a hallgatóknak. Mennyire lett ez esemény a hallgatók körében, egy-egy ilyen kiállítás? Szeretik, nézik, eljárnak? Eseménynek számít, Virág? Igen, eseménynek számít, és egyfajta hiánypótló esemény szerintem. Tehát a többség ugye hallgató, aki megjelenik ezeken, mint a kiállítást megnézni, mint pedig a zenét hallgatni, és hiányolták. Tehát most egy valamivel később indult be, ugye novemberben, tavalyhoz képest, és már kérdezték, és aggódtak, hogy lesz vajon. Zenéről kevesebbet szóltunk. Honnan, kik jönnek, kik zenélnek, hogy zajlik a zenei része? Hát egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal pesti zenekar, a Fritz Jazz Company, amelyik állandó vendége ennek a sorozatnak. De az, hogy ők az állandó vendégek, az nem jelenti azt, hogy ne lenne változatos a kínálat, ugyanis minden alkalommal hoznak magukkal plusz vendégzenészt. Gyakran énekest, gyakran tehetséges fiatal hangszereseket, így aztán minden egyes est végül is más zenei kari összetevőből jön össze, és más, szinte mindig más énekessel, tehát egy alapja az adott a zenekarnak, viszont mindig változik, ezért változatos is. A képek tehát felfedezésre várnak, a zene csábító, mi lesz a következő esemény? A válasz egyszerű, és tulajdonképpen tartalmába bonyolult. A kiállítás december végéig fönn lesz. Hétfőnként, két hetenként, hétfőnként várjuk. Tehát most hétfőn is, két hét múlva várjuk a vendégeket, felnőtteket, fiatalokat. Nézzék meg a képet, és hallgassák azt a csodálatos zenét, ami 7 órától 10-ig, 11-ig fog tartani, amíg a hangulat megengedi. Köszönjük a meghívást, és hát reméljük, hogy minél többen elmegyünk. Hölgyeim és uraim, ez volt a Liceum Televízió Arról van szó című heti aktuális műsora. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő kollégák nevében is köszönöm. Találkozzunk újra, és nézzék továbbra is a Liceum Televízió műsorát.